Szép és vidám estét kívánok minden kedves vendégünknek. Nagy örömünkre szolgál, hogy ennyien meghallották hívószavunkat, és eljöttek, megtiszteltek bennünket ezen a szép tavaszi estén. Szeretettel köszöntöm a meghívott vendégeket. Köszöntöm Füstös János urat, Csurgóváros polgármesterét, távolétében is köszöntöm Bálunk fővédnökét, Százfalvi László országgyűlési képviselő urat, minden kedves szülőt, támogató vendéget, óvodán dolgozóit, munkatársaink, családtagjait és mindenkit, aki ma este megjelent körünkben. Itt szeretném megköszönni a szülői munkaközösség közreműködését a bál szervezésében, támogatóink segítségét, a sok-sok tombola felajánlást, az anyagi támogatásokat és minden segítséget. A ma esti jótékonysági bálunknak kettős célja van. Egyrészt szeretnénk egy vidám, szép estét együtt tölteni és jót bulizni. Másik célunk, hogy a bál bevételéből óvodánk udvari játékait szeretnénk felújítani. Az est folyamán a Sirály együttes fog zenélni, előre is köszönjük a munkájukat. Kedves vendégeink, továbbra is vásárolható még támogatójegy, illetve tombolajegyeket is lehet vásárolni, aminek a bevételét szintén az udvarunk szépítésére szeretnénk fordítani. A tombolasorsolás évfélkor lesz. Először is felkérem Pakné Tőzsér Évát, a Csurgói Városi Óvodák Intézmény vezető asszonyát, mondja el köszöntő szavait. Nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadták a meghívásunkat. Ez az alkalom, ezt tulajdonképpen mondhatnánk azt, hogy ez egy régi új alkalom, ugyanis 1998-ban már volt a virágbál 4 alkalommal, 4 éven keresztül. Aztán úgy döntött a testület, hogy egy kerti parti rendezvénybe fordítja át ezt a virágbáli alkalmat, ahol egész nap együtt játszhatnak, együtt sportolhatnak, együtt lehetnek a gyerekek a szülőkkel. Aztán az idejében felmerült az a gondolat, hogy nagyon-nagyon jó lenne feleleveníteni ezt az eseményt, mert ez egy igazán szép és színvonalas esemény volt valamikor. Úgy döntöttük, hogy ez a május hónap talán a virág, a tavasz, a szeretet, a szerelem, a mindenféle lelki csoda kinyílásának az ideje, ezért választottuk ezt az időpontot mi most. Néhány szóba szeretném elmondani önöknek, illetve szeretném önökkel ismertetni az óvodánk, hát nem is inkább történetet, inkább a jelenét. Történetéből annyi, hogy 1892. szeptember 15-e óta fogadja Csurgó város óvodásait, illetve akkor még úgy hívtuk, hogy Kisded óvó fogadta az akkori pici gyerekeket. Nagyon-nagyon szép, régi történeteket mesélnének ezek az öreg falak. Mesélnének gyönyörű, szép időszakokról, és mesélnének biztos nehéz időszakokról is. Sok változás, sok átalakulás, sok átalakítás is történt az óvoda életében. 2002-2003-ban belső átalakításokat sikerült elvégezni pályázati pénzből, a kistérségek megalakulásakor. Már akkor nagyon-nagyon örültünk, mert az is egy óriási lépés volt a megszépüléshez. Azt mindannyian tudjuk, hogy a szép környezet nevel, a gyerekek hozzáállását, viselkedését is egy igazán szép kultúrát környezet nagy mértékben alakítja. És ez a 3-6 éves kor, amikor még a gyerekeket igazán nagyon komolyan lehet elindítani az élet útján, ilyen területen is. Aztán 2006-ban volt még egy nagyon nagy, az is pályázati felújításból készült hozzáépítés az óvodához. Akkor kaptunk egy csodálatosan szép tornaszobát, hozzá szertárat, öltözött a gyerekeknek, akadálymentesített mellékhelyiséget, és mi ettől rettenetesen boldogok voltunk, mert ezzel nagyon-nagyon könnyebbült a munkánk, és a gyerekek nagyon élvezték. Az időtájt rengeteg fejlesztő eszközt vásároltunk, pályázatok útján próbáltunk beszerezni. Abban az időben még működött a kis létszámú fejlesztő csoportunk, ahol a megkésett
fejlődési gyermekeket tudtuk intenzíven megsegíteni. Ez egy óriási lépés volt az óda életében, de aztán láttuk, hogy csak kellene még egy kis szépítés az óvodán, és 2013-ban sikerült egy nagy felújítást elvégezni az óvodán, teljesen más lett. Azt hiszem, hogy aki volt bent, járt, megcsodálta, elégedettséggel tekinthetett szét. Belülgyönyörűek lettünk, a teljes fűtésrendszerünk megújult, napelemeket kaptunk, egy csodálatos közösségi tér készült el, ahol mindenféle közös rendezvényt szülőkkel, nagyszülőkkel, karácsony ünnepségeket, bármilyen gyönyörű rendezvényeket tudunk megrendezni, méltó, szép, meghitt módon. Aztán csodálatosan szép új bútorokat kaptak a gyerekek, szinte minden csoport és az öltözők is megújultak. Ez egy olyan óriási lépés volt, hogy megint boldogsággal töltött el a szívünket. Nagyon-nagyon sokat kellett magunknak is dolgoznunk, hogy szép legyen, de minden kolléginám szeretettel végezte ezt a munkát. Teljes nyilászáró csere történt az intézményen, külső szigetelés is, és így elmondhatom, hogy nagyon-nagyon sok energia megtakarításunk volt az elmúlt évben. Ennek közösen örültünk a város vezetésével, hogy végre kezd beérni az, amire olyan sok pénzt költöttünk. Említettem, hogy ezek a falak nagyon-nagyon sok mindenről mesélhetnek. Mesélhetnének az óvónénikről, akik nap mint nap megújulva, bár előző este délután elfáradva, de reggel kipihenten kezdik újra a munkájukat, és szeretettel fogadják a gyerekeket, és nyitogatják a kis gondolataikat, látásvilágukat arra az életre, ami nem is olyan nagyon könnyű, mint annyian tudjuk. Olyan felelősség ez, mintha kicsit minden gyermek a miénk lenne, úgy is érezzük, és útjukat kell egyengednünk legalább arra a kicsi időre, amíg arra a pár évre, amíg a kedves szülők ránk bízzák őket nagy bizalommal. Mesélhetnének ezek a falakadatos nénikről, akik nap mint nap fáradtságot nem kímélve segítenek a gyermekeknek, segítenek az óvónéniknek szinte megállás nélkül, hogy minden kis szükségletük kielégítésre kerüljön. Mesélhetnék a konyhás nénikről, takarító nénikről, akik bár láthatatlanul vannak az épületben jelen, de ha nem lennének, bizony nem lenne nagyon finom ebédünk, 10 óraink és uzsonnánk, és nem lennénk olyan nagyon szépek és tiszták, mint amilyenek valójában vagyunk. Nagyon jó érzés, amikor egy idegen bejön az óvodába, és azt mondja, hogy milyen isteni óvoda illat van. És ez olyan megmagyarázhatatlan, mi nem is nagyon érezzük, mert minden nap találkozunk ezzel, de tényleg van egy olyan fajta feelingje, mondjam így az óvodának, ami nem igazán található meg máshogy. 98-ban, mint mondtam, létrejött egy alapítvány, melynek az volt a célja, feladata, hogy az óvoda nevelő munkáját segítse, annak eszközrendszerét, bár kirándulásokat a gyerekeknek, tehát bármilyen olyan dolgot, amely a neveléshez egy nagyon fontos, szükséges követelmény. Mivel már belül mondtam, nagyon szépen megújultunk, most az udvar lenne az, amit igazán szeretnénk egy kicsit korszerűvé tenni, ezért ezt az alapítványi bálnak a bevételét, illetve az összes támogatói bevételt, mint annak a javára szeretnék fordítani, hogy egy kicsit felújítsuk, esetleg vásároljunk valami újat, valami olyat, ami korszerű, de mindenképpen balesetmentessé tenni a kis udvari játékainkat, illetve hát szerethetővé a gyerekek számára. Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek és velünk együtt töltik el ezt az estét. Köszönöm a kedves szülőknek, akik a bálnak a szervezésében tényleg tevőlegesen nagyon sokat segítettek, és magam is köszönöm minden támogatónak a támogatását. A következő műsorra készültünk mi is, mert úgy gondoltuk, úgy éreztük, hogy mi is adjunk magunkból valami olyan oldalunkat, amit önök még nem ismernek. Kérem, nézzék el, hogy mi nem vagyunk hivatásos énekesek, viszont az a szeretet, amivel készültünk, az nagy volt. Kérem, fogadják szeretettel.
Polgármester úr, nagyon szépen köszönjük, hogy eljött a bálunkba. Remélem, hogy jól érzi magát. Véleményét szeretném kérni a bál megrendezéséről, illetve egy pár szóba beszéljen az óvodáról, a tervekről. Először is gratulálni szeretnék a szervezőknek, a óvodának, a dolgozóknak, hogy megszervezték ezt a rendezvényt. Én azt gondolom, hogy egy nagyon színvonalas programmal kezdődött a rendezvény, és hát ezt követően ugye pedig a jó hangulat az garantált. Azt gondolom, hogy nagyon fontosak ezek a rendezvények, hiszen egy közösségről van szó, és egy közösségnek nem csak a napi, a hétköznapi munkákkal kell foglalkozni a szürke hétköznapokon, hanem fontos az, hogy kikapcsolódjunk, és hát öröm volt látni, amikor a óvoda dolgozói együtt közösen léptek fel. Ez is egy nagyon komoly munkát igényel, többször kellett próbálni, ez is egy kicsit összekovácsolta a közösséget. Egy kis kampány is, hiszen mutatja azt, hogy van egy nagyon jó csapat, van egy nagyon jó kollektíva, és jelzi azt az itt élőknek, a szülőknek, a családoknak, hogy igen, itt egy nagyon jó közösség van, nagyon jó dolgozók, és érdemes a gyerekeket ideíratni az óvodába, mint városi fenntartó, hogy az óvodának mind a három telephelyét továbbra is biztosítani tudjuk, hiszen Csurgó egy hosszanti elrendeződésű település, közel 6 kilométer hosszan terül el, és vannak bizonyos tradíciók, vannak bizonyos hagyományok, annak ellenére, hogy ezeket a terület határokat lehet, hogy a szülők és a családok annyira nem ismerik, mint a döntéshozók, de fontos az, hogy a város három különböző pontján, ahol jelenleg is működik a óvoda, továbbra is működjön, és hát ezen dolgozunk, és hát ez a terv, hogy a következő évben is, és még hosszú éveken keresztül biztosítani tudjuk. Az elmúlt években nagyon komoly fejlesztéseket tudtunk megvalósítani most a központi óvodában, de az elkövetkezendő időszakban a 2014-2020-as uniós ciklus keretein belül az a tervünk, hogy a másik két óvodának a felújítása, energetikai korszerűsítése megtörténjen, megvalósuljon, hiszen lehet már érezni a mostani számokból, az energiaszámlákból, hogy érdemes volt, és nagyon komoly hasznot mutat az, hogy megvalósítottuk azt a beruházást nyílászárók cseréjével, hőszigeteléssel, és ez a terv és ez az elképzelés a másik két óvodára vonatkoztatva is. Polgármester, nagyon szépen köszönöm, és további jó szórakozást kívánok az éjszakára. Oh.
Érdeklődnék arról, mi a véleményed, hogy érzed magad a mai alapítványi virágbálunkban? Hát köszönöm szépen először is a meghívást, nagy örömmel jöttünk el. Itt a tavaszban a szürke hétköznapokat egy picit megédesíti és felvidítja egy-egy ilyen alkalom. Köszönjük szépen még egy. Nagyon szépen köszönöm, és én hallottam arról, hogy ennek az alapítványi bálnak a nemes célját a te céget támogatni kívánja. Milyen módon? Igen, hát a magunk szerény módján igyekszünk némi faanyaggal hozzájárulni ahhoz, hogy ezek az udvari játékok megújuljanak, és az óvoda, a felújított óvodához méltóan immár az udvari játékok is megfelelő színvonalon álljanak. Reméljük ez sikerül. Nagyon szépen köszönöm, és további jó szórakozást kívánok reggelig! Érjük el és semmi más, de kinek kell egy hasonlás, ha becsaphat a valóság, és elvarázsol már. Félek, életem lecserélnék, ha ettől jobban szeretnél, de néha kell a hazug szó, szem velem, de olyan jó. Más, de hamis állatszok korba hújt a láb.
te a bál szervezésénél az elejétől fogva részt vettél ebben. Mi az, ami problémát jelentett, mi az, ami nehézséget okozott az elején? Hát először is talán maga az egésznek a felépítése, hogy mégis hogy épüljön fel maga az egész program. Illetve, hogy mivel már régen volt ilyen bál az óvoda részéről, hogy mégis hogy lehetne az embereket bevonzani, hogy minél többen jöjjenek. Talán ez. Azt is tudom, hogy nagyon-nagyon sok tombola tárgyat gyűjtöttél. Hogy vélekedtek, mennyire voltak adakozók a vállalkozók? Én nagyon pozitívan csalódtam, és azt mondhatom, hogy sikeres volt a tombola gyűjtés. Nem lesz a világom, mikor én még mindig imádom, mikor én még mindig járnék maga után. Maga régen el lesz feledben, de csak általam lesz szeretben, csak is ön lesz várban nálam kicsi babám. Mert az én szívem, ha egyszer titkom tüzet fog, minden esti tűzoltom, ahol nevetni fog. Mikor én még mindig imádom, mikor én még mindig járnék magamkán. Ítéled meg a bálnak az eddigi rendezvényeit, a programjait, tulajdonképpen ezek voltak a fő programok. Hát én nagyon jól érzem magam a kezdetettől fogva, és faggattam itt azokat, akik nézték a műsort kívülről, és mindenkinek nagyon tetszett. Szerintem egy olyan színvonalas műsort sikerült összeállítanunk, amire bármelyik rendezvényszervező büszke lehetne. Azt hiszem, hogy itt a dolgozói énektől, a táncig, a profi énekig minden szerepelt. Mivel egy óvodába dolgozó ember vagy, és benn vagy a vezetési körben is, jól látod, hogy milyen feladatok vannak. Egyetértesz-e azokkal a célokkal, amelyeket ez az alapítványi bál kitűzött? De maximálisan egyetértek a célokkal, csak támogatni tudom, hiszen szerencsére van most már elég sok kisgyerekünk, akiknek egyre nagyobb mozgástérre van szükségük, és éppen ezért az udvari játékok egy nagyon hasznos fejlesztési célt is szolgálnak, a szabadidő hasznos eltöltését. Rápér az óvoda udvarunkra egy megújulás, nagyon jó, hogy megvan a kresszpályánk, és azt már tudjuk használni, de úgy gondolom, hogy további játékszinterekre is szükség van, illetve a mozgásfejlesztő játékokra, többek között hintákra, libikókákra, mászótornyokra és egyéb mozgásfejlesztő játékeszközökre.